2025-ben az Opel visszahoz egyik legendás modelljét, sosem látott üzemanyagár emelés következik Magyarországon. Többek között ezekről lesz szó a mai hírműsorban, tartsatok velem, és kiderül, mik voltak a múlt hét legfontosabb autós hírei. Tavaly az Opel egy retro megjelenésű elektromos autóvá alakította egyik legismertebb klasszikus modelljét. Mivel a fogadtatás és a rajongók visszajelzései is kimondottan pozitívak voltak, így a német vállalat úgy döntött, az évtized közepére feltámasztja és ismét gyártani fogja a Mantát, olvasható az Opel hivatalos sajtóközleményében. Az 1970-től 1988-ig gyártott Manta legújabb verziójáról egyelőre nem sokat tudni, de a gyártó azt már közölte, hogy a sportkupé tisztán elektromos hajtásláncot tér vissza. A legfrissebb hírek szerint a villanyhajtású Manta 2025-ben kerül majd piacra, és a modell egy kupészerű négyajtós karosszériát kaphat, és a Stellantis STLA Medium platformjára fog épülni. Emellett az új Manta egyfajta technológiai csúcsmodell szerepét tölti majd be. Az eddig kiszivárgott információk alapján a Manta két villanymotort kap, melyeknek köszönhetően 400 lóerő leadására lesz képes. A feltámasztott sportkupé pedig olyan modellek riválisa lehet, mint a Ford Mustang Mach-E, a Hyundai Ioniq 5, a Kia EV6 és a Volkswagen ID.4. Ha érdekelnek a villanyautós tesztjeink, akkor keres rájuk YouTube csatornánkon, hiszen a Ford Mustang Mach-E-t, a Hyundai Ioniq 5-öt és a Volkswagen ID.4-et is teszteltük már. Ismét ellepik az országot a Google Street View autói. Március 11-én több magyar városban is újra elindulnak a Google autói, hogy frissítsék a Street View, vagyis az utcakép szolgáltatást. A következő hónapok során az amerikai cég autói többek között Sopronba, Székesfehérvárra, Szekszárdra, Pécsre, Veszprémbe, Ajkára, Békéscsabára, Szegedre, Karcagra, Debrecenbe és Tiszaújvárosba is ellátogatnak, hogy ismét feltérképezzék az utcákat. Magyarországon 2013 óta érhető el a Google Street View szolgáltatás rendszeresen frissített képanyaggal, melynek révén nem csak a magyar városok többségét lehet megnézni, de a digitális térképben felkereshetünk számos várat, kastélyt, vagy akár nemzeti parkokat is. A világszerte népszerű alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy 360 fokos képek segítségével bejárjuk a városok utcáit, valamint a természeti és kulturális nevezetességeket. Kezdődhet a munka a Tesla Giga Berlinben, de egyelőre csak feltételes engedéllyel. Több hónapos húzamon át követően a Tesla Giga Factory Berlin pénteken megkapta a feltételes engedélyt, így megkezdődhet az autógyártás a kaliforniai vállalat 5 milliárd euróból épített első európai üzemében. Az eredeti tervek szerint a Giga Berlinnek tavaly nyáron kellett volna megkezdenie az autógyártást. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója korábban kihangsúlyozta, az új üzemnek kulcs szerepe lesz abban, hogy az amerikai cég maga mögé utasítsa a Volkswagent, amely jelenleg a legnépszerűbb gyártónak számít Európában az elektromos autó eladások tekintetében. A német vállalat mintegy 25%-os részesedéssel rendelkezik az elektromos autó piacon, míg a Tesla 13%-ot tudhat magáénak. A várakozások szerint a Tesla új üzeme mintegy 12 000 munkahelyet teremt majd, és eddig mintegy 2600 pozíciót töltöttek be. Ezen kívül a kaliforniai vállalat számos helyi beszállítóval is tárgyalásokat folytat, hogy minél alacsonyabban tudják tartani a költségeket. A Tesla tervei szerint, amint a Giga Berlin teljesen elkészül és maximális kapacitáson képes üzemelni, éves szinten mintegy 500 000 Model Y fog készülni a gyárban. Musk úgy számol, hogy ez legkésőbb a jövő év végére be fog következni. Ez lényegesen felgyorsítaná és olcsóbbá tenni az elektromos crossover európai ellátását, a Model Y-t ugyanis jelenleg Shanghaiból importálják az öreg kontinensre. Búcsütint a belső égésű motoroknak a Hyundai almárkája. Teljes palettáját elektromosítja a Genesis, amely még ebben az évtizedben búcsütint a belső égésű motorral hajtott autóinak. A Hyundai tulajdonában lévő márka 2025-ben tervezi bemutatni utolsó hagyományos modelljét, utána pedig egy új elektromos autócsaládot vezet be, amely az évtized folyamán felváltja az első generációs modelleket, köztük a GV60 crossovert. A kínálat 8 villanyautóval bővül, ezek az anyavállalat dedikált EGMP platformjára fognak épülni. A márka kreatív igazgatója Luke Donkerfolge a brit autókár magazinnak elmondta, hogy a GV60 ízelítőt kínál abból a 7 EV modellből, amelyek később kerülnek majd piacra. Donkerfolge annyit még megemlített, hogy a tavaly bemutatott X-koncepció széria változata Porsche Taycan riválisaként kerülhet piacra az EGMP platform legerősebb motorkonfigurációinak felhasználásával. Illetve azt is elejtette, hogy a Genesis önálló luxusmárkaként igyekszik megvetni a lábát a piacon, tehát lehetséges, hogy a jövőben kiválik a Hyundai Motor Groupból.
Itt egy hír, aminek végre örülhetnek az autósok. December végére közel 43 000 forintra mérséklődött a személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagos állománydíja. A csökkenés mértéke a Magyar Nemzeti Bank friss negyedéves KGFB indexe alapján 1,5% volt 2021 utolsó három hónapjában. Budapesten jelentős 7%-os visszaesés történt, a nem fővárosi átlagdíjak viszont két negyed év óta stagnálnak, így az országos átlagdíj csak 1%-kal mérséklődött éves alapon, közölte a jegybank. A káráfordítások összege ugyanakkor 13%-kal emelkedett 2021 utolsó negyedévében, 2020 hasonló időszakával összehasonlítva. Mivel a kárgyakoriság nem nőtt, a jelenség hátterében az egyre inkább megélénkülő autóhasználat, illetve a szervíz és alkatrészárak drágulása áll, jelezte az MNB. Az árcsökkenés mindemellett átmeneti lehet, figyelmeztet a napi.hu, a károk és a díjak közötti olló fokozatosan zárul. Ha a mostani trendekben nem áll be 180 fokos fordulat, a korrigált index visszatérhet a pandémia előtti időszakra jellemző 110%-os értékhez, jelezte a portál. A változásra azért van esély, mert a május közepén valóban kivezetik a benzinás stoppot, az drasztikus hatással lehet az autóhasználat nagyságára, simán lehet, hogy onnantól kevesebben ülnek kocsiba, mert spórolni szeretnének az üzemanyaggal. Aggodalomra okot adó fejleményről értesültek az autógyártók. Az Ukrajnában kirobbant háború miatt az autógyártók kénytelenek korlátozni a termelést európai gyáraikban az alkatrész ellátásban tapasztalható késedelmek miatt. Mostanra egy újabb gond is felütötte a fejét, kiderült ugyanis, hogy az orosz invázió tovább súlyosbíthatja a chip hiányt, ami a szórakoztató elektronikai ipar mellett ezt a szektort is hosszú hónapok óta sújtja. Ukrajnából származik a világ neon termelésének 70%-a. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a neon a palladiumhoz hasonlóan nélkülözhetetlen alapanyag a félvezető áramkörök előállításához. A TrendForce piackutató cég beszámolója szerint a kritikus fontosságú gáz a chipek gyártásához szükséges lézereket működteti. A háború miatt tovább fokozódhat a mikrochip válság, mivel a nyersanyagok egyre nehezebben beszerezhetők. Minél tovább tart az ukrajnai háború, annál valószínűbb, hogy a vállalatok inkább előbb, mint utóbb felélik a tartalékaikat, ami komoly fennakadásokat idézhet elő. Az ukrán készletek csökkenésével párhuzamosan a neonára meredek emelkedésnek indulhat, az így keletkező pluszköltséget pedig a vállalatok beépíthetik az új autók árába. Szívemarkoló látvány, hogy porosodnak ezek a BMW-k az elhagyott kereskedésben. Létezik Spanyolországban egy elhagyott BMW kereskedés és műhely, ahol jobb sorsra érdemes autók várják, hogy valaki ismét foglalkozzon velük. A létesítmény tulajdonosa korábban lelkesgyűjtő volt, az üzlet azonban nagyjából 10 évvel ezelőtt tönkrement, a kocsik pedig azóta ott porosodnak. Sőt, ahogy látszik, némi madárpiszok is került rájuk. Az M539 Restoration YouTube csatorna jóvoltából most te is betekintést nyerhetsz az elhagyott kereskedés kulisszái mögé. Az üzletben főleg BMW modelleket kínáltak, köztük egy E28 M5-öt, egy E31 850-it, egy madár ürülékkel borított E34 525 TD-t, valamint egy felújításra igencsak érdemes V12-es 750i-t az E32-es szériából. A gyűjtők figyelmét az Alfa Romeo Alfetta és a GTV6 autó is felkelthetik. Sosem látott üzemanyagáremelés Magyarországon. Soha nem látott mértékben emelkednek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon, írja a holtankoljak.hu. Szerdán a benzin beszerzési ára bruttó 41 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig 66 forinttal kell többet fizetni annak, aki végfelhasználóként vásárol üzemanyagot nagy kereskedőtől. Az ásapka miatt a benzinkutak még 480 forintért tudnak, már ha tudnak üzemanyagot vásárolni tovább értékesítésre, írja a portál, amely a heti előrejelzésében emlékeztetett, hogy a 480 forintos ársapka kizárólag a kiskereskedőknek értékesített nagykereskedelmi üzemanyagára vonatkozik, a végfelhasználók részére továbbra is változhat a benzin és a gázolajára. Ezek jellemzően olyan fuvarozó vagy agrárvállalkozások, akiknek saját, céges töltőállomásaik vannak, nem pedig benzinkutakon tankolják a járműveiket, munkagépeiket. Nincs vége a sportkocsiknak az elektromobilitással? Vannak cégek, amelyek úgy gondolják, hogy az elektromos autózás nem jelenti a menő sportkocsik halálát. A Polestar aminap bemutatta az O2 elektromos Roadster koncepciót, a látvány pedig önmagáért beszél. A 2+2 üléses O2 külsejében van egy kis Ferrari beütés, de összességében bitang jól néz ki. A koncepció autó a kétatomos oxigén molekuláról kapta a nevét, bár a kocsi tisztán elektromos meghajtású. Műszaki adatokat egyelőre nem közöltek,
de valószínűleg erőben, sebességben felveszi majd a versenyt korunk benzines szuperautóival. Az O2 Váza a cég új alumínium platformjára épül, a svéd-kínai cégnél állítják, a 4,6 méteres Polestar O2 a sportautók új korának előhírnöke. A hajtáson kívül abban mindenképpen eltér klasszikus elődeitől, hogy egy speciális kameradrónt építettek bele, amely a hátsó ülések mögött felemelkedő, különleges légterelő mögötti szélmentes területről tud felszállni, akár menet közben is 90 km/h sebességig. A drón teljesen önvezető, és a tulaj felvételeket készített a szerkezettel, amelyeket a sportkocsi 15-szoros központi képernyőjén szerkezhet és oszthat meg a közösségi médiában. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a hírműsorban, kövessétek az alapjáratot YouTube-on, Facebookon és Instagramon egyaránt. Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.